Ki volt Herman Otto? Egy műkedvelő, halász, vadász, madarász? Vagy éppenségre egy igazi tehetség, a tanulás tehetsége? Vagy a madártan egyik első úttörője hazánkban? Vagy éppenségre az egyik legkiválóbb első néprajzosunkat? Tisztelhetjük benne? Régésznek tekintetjük? De emellett politikus is volt ő. Remek művészeti író is volt, kiváló cikkeket írt. Vagy mindez együtt volt Herman Otto, egy igazi polihisztor, régi, a magyarban is meg nem esedett, idegen szóval minden tudó. Nos, ennek az életnek eredünk nyomába. Milyen volt az élet Herman Otto szülőházában? Az Én édesanyám című írásában fölidézte ezeket a hangulatokat. Nekünk, régi embereknek még nem volt mamánk, csak édesanyánk. Az ablaküvege sokszorosan olmozva volt, az időfog a szivárványszint vetett reá, és ez az utca felé takarékosságot hirdetett. A hófehérre surolt ablakdeszkán, vagy ott az ablakban lehetnek ezek az ablakdeszkák, ott szerénykedett a muskátli és a rozmarin, gondosan nevelve, és amint a leányok fölcseperedtek, hát oda költözött a mirtusz is. Tanárára visszaemlékezve, Herman Otto írja is. A kántust követő népgyűlésen a szabad ég alatt Dolezsár Gábor, s tanárunk szónokoltak lelkesen, és a gyűlés után az ifjúság, mint egy vezényszóra a piacra rohant. Az egyik kofatta a messzet, a másik a veres agyagot, a harmadik a zöldséget, és a primitív festőszínekkel nyomban nemzeti színűre festettük a sárga-fekete karfákat és őrházakat. Átalakítják a császári színeket őrző környezetet nemzeti színekre, mint egy szimbólumául az átalakulásnak. Géplakatosként dolgozó Herman Ottónak tehát 1854 és 1856 között Bécs volt az otthona. De nem csupán a sötét műhelyekben, a reszelés az olajostól, munkától, kérges kezekkel végezte napi tendőit, hanem egyben itt nyílik ki előtte újra a tudomány világa, amit korábban élvezettel az erdőket, hegyeket járva megismert, hát itt most tudományosan elkezdi fölépíteni, ugyanis a császári természettudományi műhelyt és múzeumot látogatja. Sok fiatal és gyönyörű kapcsolata volt Herman Ottónak is, ahogyan bontakozott a személyiség, nyilván a lányok, a hölgyek iránti rajongás is megragadta őt, maradtak fönn erről anekdóták. De mégis az első igazi szerelem, vagy talán az élet legnagyobb, legerősebb, a szív húrjait meg pengető élménye, ez bizony Kolozsvárhoz kötődik. 1869-ben érkezett ugyanis a városba Jászai Mari, a magyar színház történet egyik legragyogabb tehetsége, az egyik legnagyobb tragikánk, aki a Shakespeare hősöktől Molière és Schiller darabjaig elképesztő sikereket aratott a magyar színpadokon. Az állomásról egyenest az operához mennek, ugye megveszik a jegyet, és bennek a nézőtérre, ahol éppen Charles Gounod híres Faustjának az a jelenete zajlik, amikor Margit a rokkánál énekel. De alig hallgatnak meg 10 taktust, ugye Brassai már áll és gyerünk, gyerünk, megyünk haza. Hogy mi van, kérdi Herman Otto, aki hát nem is élvezhette annyira a zenét, hiszen ugye ő nagyot halló volt. Mire azt mondta Brassai, hogy elegendő ennyi, hogy nekem elég volt 10 taktus, én már tudom, hogy ez az énekesnő nem olyan, mint Angelica Catalani. Többek között egy nagyszerű állattár is működött a Nemzeti Múzeumban, és így merült fel azután az a gondolat, hogy egy olyan nagyszerű zoológus, mint Herman Otto, akit elkezdte külföldre csábítani, az bizony a Magyar Nemzeti Múzeumban kapjon állást. És amikor Frivalszky János állattári igazgatóhoz bekapogtatott egy nagy szakálló, hosszú ajú fiatalember karbonári kalapját levette, fokosával megkapogtatta az asztalt, és azt mondta, hogy uram,
Azért jöttem, hogy ön munkát adjon nekem. Most ezzel kezdődött Herman Otto és a Nemzeti Múzeum kapcsolata. Most itt vagyunk. A múzeum mai főigazgatói irodája az Herman Otto egykori lakása volt. Ma egyben nyílik a két helység, de akkor két külön szobából állt, és a feljegyzésekben benne van, hogy egy igazi aglegény lakás volt, ahol Herman Otto lakott. Kedvenc kutyája, Csóri kutya, és főképp ott tartózkodott a pókok kis dobozokban, és hát a viperája, amit a kortársak megemlítenek, hogy ott egy kedvenc viperája, akit itt etetett és nagyon szeretett. Természetesen a tüntetések, a politikai élet közege volt az, amiben Herman Otto is remekül érezte magát. Az első igazi nagy beszédét egyébként a török barát orosz ellenes tüntetésen tartotta. A nyugati pályaudvarnál várták a törökök érkezését, és késett az igazi szónok. És akkor Herman Otto fölpattant egy kocsi tetejére, és ott megtartotta a szűzbeszédét. Óriási taszvihar köszöntötte a tömeg, rokkant mód örült neki. Nézik egymást valóban? Annyira gyűlölik egymást, hogy pisztoly végre kapja a másikat. Valóban olyan mély volt a sértés, olyan elevenbe vágó, hogy azért a másik életét kell követelni. Vajon mire gondolnak? A családjukra, gyermekeikre, szeretteikre, amikor a pisztoly csövébe kell nézni? Nos, ez a pillanat elérkezett hőseink számára is. A legenda szerint pisztolyt emelt egymásra Herman Otto és Varman Mór. '84 őszén, azután gonosz nyavaja támadta meg Herman Ottót, köhögés, náta, influenza, az a szokásos, amit mindenkit lever a lábáról, és hát az aglegény, ugye, aki egyedül élt, egyedül látta elő magát, hát nem tudott igazán jól védekezni, egyre beljebb vergődött a korba, sőt, még a lapok is megírták, hogy baj van vele. És aztán egyszer csak csöngetnek, és egy sodár fiatal nő áll az ajtóban, és azt mondja, hogy nem tudom tűrni, hogy az ország legnagyobb természettudósait szenvedjen, és ne segítsen rajta senki. A kutyaugatás egyébként reméletlenül hangzik föl itt, ugye ma is sok nagyszerű kutya él a környéken. Herman Ottóval is itt élt az ő szeretett Csóri kutyája. Tehát ha ma itt kutyaugatást hallunk, akkor Herman Otto kedvencére is gondolhatunk. Ismerte ő azt, hogy két nagy utazásra van szükség. Egy magyar ornitológusnak két nagy utat kell tennie. El kell utaznia délre, Afrikába, hogy megnézze, hol telelnek a mi nyári madaraink. Sors lehetővé tette azt, hogy ezt az utazást megvalósítsa. Délit sajnos nem, de az északit igen. A ma élő régibb nemzedéknek, mely még a régi közlekedési módok hatása alatt tanulta földrajzát, ez a város rendesen Dornheim germanizált név alatt jóformán az ismert világ végét jelentette, Európáit minden bizonnyal. A nagyobb európai városok között fekvés szerint csak ugyan a legészakibb is, már akkoriban így látták, hiszen az északi szélességen Szentpétervárnál is 3 fokkal odébb van. Kiemelkedő épület a kőépítésű koronázási székesegyház. Elmentünk hát a Via dei Mille ház elé, amely ablaksorával egy szép szökőkutas virágos parkra tekint, és az ablakok pedig ott fönn a házfalán mintárva voltak. Uram megmutatta a Kossuth dolgozó szobájának azt az ablakát, melynél dolgozni szokott. Láttam a lámpát, amely íróasztal a fölött függött, annyi magasztos gondolat születésére vette világot, és láttam a nagy üveglapot, mely alakját a léghúzattól megóvja, ha az asztalnál dolgozik. Egymásra támaszkodva álltunk, én és uram a megőszlött kertben, s áhítattal néztünk föl hozzá sokáig némán. Szemem újra könyvbe morult, és az erős fölindulástól leszketve,
Nem tudom, mi ment végbe bennem, de lábai megroskadtak, és zokogva omlottam le egy kerti padra. A 19. század utolsó harmadában a világgazdaság fejlődése, az ipar és a kereskedelmi kapcsolatok egy új divatot teremtettek világszerte, a világkiállítások divatját. És képzeljük el, hogy itt, ezen a gyönyörű területen álltak 1900-ban is az országok különböző építményei, és közöttük az a gyönyörű ősfoglalkozású pavilon, amelyet Hermann Ottó rendezett be. Kiváló emlékei tehát annak a pillanatnak, amikor Hermann Ottó itt gyönyörű alkotásaival, a gyönyörű pavilonnal becsületrendet szerzett magának, és erről a korabeli újságok is örömmel számoltak be, hiszen egy nagyszerű magyar tudós ért el kiemelkedő nemzetközi kulturális sikert.